Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a Zeldát, ott, ahol tegnap abba hagytuk, méghozzá az időmegállítás utáni részen vagyunk, mehetünk fel a hegyekbe. Ugyebár itt a Ovadaim szentélynél. Remélem laggok nem lesznek, a háttérben a Steam szerencsétlenkedik a frissítésekkel, úgyhogy... Ja. Úgyhogy itt is vagyunk, és föl kell mennünk a hegyekbe, és megvédeni magunkat. Hozzá arra tovább. Szerencsére a karakterünk nem érne széhes. Komolyan. Egám. Van, mert a Steam frissít a háttérbe, az felismeri a kontrollert, ami felismeri magát egy kibaszott egérnek, ami miatt az egészbe belepofálik, és az egeret kezdi el használni a rendszer. Csak hogy jó legyen. Nem vagánykodunk. Jó, akkor átváltunk valami könnyebbre. Mondjuk erre. Tehát ne ragd magadat össze, te meg itt megurugassál. Ahogy. Bárki más, senki többet harmadszor, oké. Jó. Akkor erre tovább mehetünk. Úgy nem mászás. És remélem fölérünk. Egyébár nagyon izzad a Link. Címszóval... Nehéz neki fölmászni. Leginkább a függőlegesen adja magát. Itt látszik is, hogy jobban erőlködik. Az mi a frence volt? Veszélyesen alacsony hőmérséklet. Meg fogunk fagyni. Nem elég, hogy erős ide följönni. Megfagy a Link. Úgyhogy nézzünk valami zaba után. Igen. Nem. Hanem ő. És már is lejjebb ment a igény. Így nem fázunk. Ugyebár itt fönt a hegyekben még meglepő módon hó van. Úgy van 2 percünk kártyukni a nyilvánvalán, de hát miért is ne a legrosszabb útat választottam. És remélem találunk tábortüzet. Ment a játék közben. Le tudjuk gurigatni. Abban nézte, hogy miért halt meg. És az arra fele, hogy bum, mondom, arra fele. Ez. Kapták, haltak. Na hát ott lent van tábortűz, de az minket nem vigasztal, mert abban az irányban nem tudunk mit kezdeni. Ugyebár, mint említettem múltkor, simán vissza is mehetnénk, ezáltal ott lent kerülgetnénk. Hát úgy voltam vele, nézzük meg ezt a helyet is. A hideg ellen lehet egyébként ruhával is védekezni. Csak hát ugyebár a staminánk az még ilyen karcsú. És ha... ...használunk egy ilyet. Állóképességemet nem tudom visszaszerelni. Hm. Mert hogy fullon vagyunk, ha?
ott jön egy jégdenevér. Ebben az idő folyamatosan real time telik, úgyhogy, mint látjátok, lejjebb is ment az idő. Így köszönhetően annak, hogy menüben voltam, de oda kell eljutnunk, amit fél perc alatt bár nem fogunk megtenni, elég közel jutunk hozzá. Szerencsére minket a esés most, meg a hideg amúgy annyira nem hat meg, mert ugyebár úgy vagyunk. Miért fagytam meg? Ja, mert az anya vala megfagyaszt. De jó nekem. Ice cache wing. Ritka ice cache. Szány fagyott felett gyöngyözően csillog, de a hasznossága nem nyilvánvaló. Ja. Hát akkor vigyázni kell, mert az anya miatt megfagyaszt minket. Jó, az egyre halt. Új, neki is kéne halnia. Oké. Látom, tudsz lőni. Lánzs erősen sérült. Jelejlecskem. Lett egy Keys Able. Ritka anyag, amiért a legyőzött kis szórakoztató nélni, de első percre sem tűnt túl sok használnak, de valamire biztos jó. Lehet találni ugyebár különböző dolgokat, amivel receptek úgymond. Jó, oda be kéne jutnunk, szerintem, mert oda lehet, hogy be lehet menni szembe. Azt lehet, hogy vakvágányra megyek, és csak simán föl kéne mennünk. Ugyebár a sérülésünk adott, de jó, hogy nincsen fegyverünk. Jó, kapták, haltak. Még keseving. Oké. Azt hiszem, oda be tudunk menni. Be kell robbantanunk? Ez kell nekünk. Nem. Ez. Nem. Akkor ha onnan nem. Még nagyon látványosan úgy néz ki, mintha itt lenne valami. Nem gondoltam, keresünk valami menedékszerűséget, és fölkészülünk még jobban a hideg ellen. Ugyebár ha nem lenne örök életünk, már rég megfagytunk volna és meghaltunk volna. Engedd már el, ne legyél fogyatékkal élő. Ugyebár ilyenkor vissza kéne mennünk egy másik táborba és keresni megoldást rá, hogy legyen alapanyagunk. Ugyebár mindjárt nappal van, és azt hiszem nappal pont határértéken vagyunk itt a havas részen, tök jó, hogy külditek a lavinákat ellenem. Csatt. Kaptak, haltak, mind meg haltak. Ezeket fölvesszük gyorsan. Akkor itt a tábortűznél már nem fázunk. Szóval ez egy előny. Add ide a sürztéket. Az a három szívecske az a nagyjából semmire nem elég, de ugyebár itt a játék az elején még tutoriál szinten megmutogatja nekünk ebbe a világba, hogy a 3-4... Köszönöm. Teja. Úgyhogy a hideg ellen én is védekezek tejával. Csak hogy jó legyen, bár hideg nincs. Ugyebár, és akkor egy ilyen helyen meg tudjuk várni a dolgokat. Akkor amire gondoltam, melyikkel csináltunk fagymentesítőt? Állóképesség. A chiliből, mit van fönt? Azon filozok, hogy mi kell hozzá. Azaz, ha csak egyet elveszünk. Ja, de azt nem főzzük, hanem ilyenkor sütjük. És nem hajlandó megsülni. Jó. Nem, nekünk akkor az főzőedény kellene. És
ugye bár most már jön fel a napocska, de még nincs fönt, így még hideg van. Kent numt szenté. Jó, ne akarjam megfagyni nagyon. És... ahogy egyből fázunk. Azaz nagyjából, míg várunk az animációra, simán kockára fagy a Link. És akkor távoli bombák és szél. Szelet és meg a bombát is felhasználhatjuk. És akkor ugye az időmegállítás az vicces volt. Itt viszont, igen, felajánlja ezt a próbát nekünk, hogy tegyük meg. Nyilván ugyanazt a szabvány dumát kapjuk mindig. És az adott izé. Cryozin per, szerintem ezzel megfagyasztunk dolgokat most. A vicces az, hogy fagyos helyen vagyunk kint. Na hát akkor jöjjön a Lubi Cumedli. Róna lepárlás. Nice! És ezzel meglett a fagy. Jégoszlopokat épít, melyek nagyon stabilak, ezek a pillérek használhatók mérföldkő, azaz vagy mint akadály. Használják Rionson jégoszlopokat. Oké. Okay. A lényeg, ebben tudunk fagyasztani a vízből. Vízből veszük ki az oxigént. És akkor azt mondjuk, hogy oda fagyjál meg. És arra föl tudunk mászni. És aztán sokáig lesz itt az a jeges cumó. És aztán nem csak egyet tudunk belőle csinálni. Találtunk valamit. Mit találtunk? Ő szerinte találtunk itt titkot. Azt nem mondta, hogy ott. Fönt. De elvileg ott fönt semmi nincs. Vagy az, hogy erre kell mennünk, az a nagy titok? Oké. Okay. Ja, hogy ebben ki is tudjuk nyitni a kapukat. Oké. Okay. De eljöttünk erre is. De jó pofa vagy. Jó, hát a robbanó nyillal nem számolt a Pistike. Ősi csavar az ajándékunk érte. Ezzel egy kicsit keményebbek vagyunk, és ugyebár, hogy nem fogy a nyilvesszünk a mod miatt, ezért még jobb is. Jó, és akkor ehhez kell játék, amihez... Aha, szerintem... egyszer... ez. Én nem csinálod meg? Meséljél. Ja, mert így tudod csak megcsinálni, jó. Úgy. És... az elejében nem vagyunk az ugrás mennyiségnek, de ha mondjuk Link képes volna itt fölmászni, lesz, hogy szíves mindjárt megtenni ezt, akkor leesik mondjuk. De úgy előrefele. Ügyes! Hát megérte iskoláztatni Link. Na, ott van valami, ami nekem kell. Úgyhogy át is vártunk mágnesességre. Persze, hogy nem látsz el odáig. Link, Link, Link. Link vagy Link. Akkor szórakozzál velünk, Link. Vagy nem ez kell hozzá? Tál is az idő megáltás, úgyhogy ez kell hozzá. De csak simán felmászunk, nem? Nem?
Hát ugye bár itt minden erről szól, úgyhogy fogyasztunk. Itt megmaradt a kettő, úgyhogy sokat lehet ebből kihozni szerintem. Traveler's Pair, lándzsa. És valamiért a lándzsával vagánykodik a játék. Nem baj. Mert ahhoz is hülye, hogy fölmásszom. Ahogy. De majdnem lepottyantunk megint. Szerintem rossz helyre raktam a jeget. Igen. És itt bármi más. Látszólag nincs. Mint mondtam, ott fönt semmi nincs, ami csak annyira nem fedi a valóságot, hogy oda kell mennünk. Hát ez egy elég könnyű próba volt, és más összeszedhető dolgot itt nem látok. Egy kár túl gondolni, szerintem az ennél egyszerűbb a játék lelkülete. Így simán tovább mehetünk. Jó, működik a macska kamera, nincs lefagyva. Cserébe az a capture card nem indult el felvétel előtt. Na, akkor nyisd ki. Meglett el is. Az istennő mosolyogjon rád. Cheese. Ennyi, lefogy az állóképesség, meghalsz. Most majd tudjuk a jeget. Így idén a pistik és kockára fagyaszt minket. Ezzel az összes megszerzett Spirit Orbs a fensik kontrollált a szentélyekből, ahol rendkívüli. Azt jelenti, hogy végre itt az ideje. Link végre itt az ideje, hogy mindent elmondjak, de először részlet tudja a nevünket. Képzeld el egy X-et a térképeden, ahol a négy szentély a végpont. Keresd meg egy helyet, ahol ezek a vonalak metszik egymást. Ott megvárlak. Érted? Ahol a szentélyeket összekötő két vonal keresztelni, ott fogok várni. Nice, ez esetben mi itt vagyunk. Meg itt egy szentély, meg itt egy szentély, itt egy szentély. Ugyebár az mondjuk ide, az időtemplomának vonalába. Ide kell mennünk szerintem, mert hogy látványos, hogy nagyjából ott van a kereszteződés. Mert ugyebár ezt a négy szentét kell figyelnünk. Úgyhogy oda lerakunk egy jelölőt az időtemplomába. Mi ott van szembe. Jó, Linketben simán meghalt, szóval nem baj. Kihasználjuk az új tudásunkat. És ő úgy mondja, hogy az neki már messze van. Nem jó? Oda, ne akarjam megfagyni, Link. Bár ha sérülést kap, akkor utálom a kontrolleres irányítást. Ha sérülést kap, akkor az adott támadást befejezi. De mert a fagyott víz most jobban gyilkol minket, ez csak simán nem úgy ilyen jéggel föl lehetne oldani. Nincs.
Nyisd ki. Kopát találtunk. Értékes érc, amely a tengeri kagyló belsejéhez hasonló elbűvülő iridenciát áraszt. A víz erejét tartalmazza. Jó. Nem tudom mi a gondolat, jel, hiába nyomtam X-et. Jó. Nekünk le kéne jutnunk a hegyről. Na, megfagyunk, de ott már, mint látjátok, már zöldellik a világ, úgyhogy ott már jó idő van. Fussál, Link, egy kicsit tesítsd össze magadat, és ehhu ne hidacska. Csat, ebbe simán meghaltunk volna egyébként, úgyhogy ezt most nézzétek el nekem. Leginkább a játék történetére vagyok kíváncsi, meg hogy szokjam a kontrolleres irányítást. Úgyhogy azért sem nagyon foglalkozom ezzel, hogy milyen a... Jó, akkor ne célozzál, Pistike. Folyomba nem tudsz támadni? Jó, és akkor ez nagyon úgy tűnik, mintha mágnesesen lehetne piszkálni. Oké, csak kérdés, ha alattam aktiválom, akkor hogy rajta állok, eldobja, jó? Akkor... Úgy. Van egy kicsit. Oda le. Úgy. Hát majdnem jó. Hogy az a röngfa kéne nekem inkább? Megvan a módja itt is átmenni, úgyhogy most mentünk egyet. Szerintem akkor nem tudunk ugrani. Simán megfulladunk a francba. Hozzuk kicsit közelebb. Úgy. Vicces látni a Linket, hogy didereg. Közelebben nincs annak egy idején. Mi hát akkor ide másztál föl. Úgy. Bár eredetileg szerintem itt nem kellene tartózkodnunk ilyen kicsi szinten, azaz még lent lootolnunk kellett volna egy csomót ahhoz, hogy ez itt jó legyen. Ugye bár a Wii-n ezen túl, Wii-n, a Switch-en ezen túl vagyok, de már gratulálok, Link, nagyon ügyes vagy. Rossz gombot nyomtam. Tegény Linket szidom, közben én vagyok a bamba. Na, ha még lemászol, úgy. Jó, most épp meg akar fagyni. Aktiváld. Arra. Úgy. És inkább leesik, vágod? Link, ne szórakozzál velem. Ennyire nem vagy képes ugrani, hogy ennyit nem vagy képes átugrani? Na végre. Jó, ja, hogy lehet, hogy ezt kellett volna ide áthúznom, Helen. Ideig szerintem ki se ére. Hogy innen kellett volna menni abba az irányba. Na mindegy. Ennek a túloldalán már jóság vár minket, úgyhogy mindjárt megszűnik ez a fagyos leheleti játékos. Kamerát se ártana visszakapcsolnom mondjuk. Ott már zöld a világ, szóval ott már nem fogunk megfagyni. Mindjárt látjátok is a mutatón a hőmérőn, hogy följebb fog menni.
És egyből itt jó az idő. Szóval ilyen kis bajomokra van osztva minden, csak hogy jó legyen. Fire pillangó. Az a baj, hogy lopakodok, hiába az észrevesz. Meg valaki úszik, vagy valami. Gyíkocska? Öv. Öv. Sőt, bakobó lett belőle. Na most játszunk, hogy ki lőm eztem? Ellősz ideig? Dehogy lősz el, hagyjad már. Világod, nem tudod. Öv. Meg is kaptuk a ládát. Nyitható. Közben a nyílvesszőnk már megsérült. Ima nyílvesszőből egy csomónk van, meg alma. Itt már jól érzi magát a Link. Ez micsoda? Nyilak? Annyi nyilunk lesz, hogy nyíl nagy hatalom leszünk, és egy idő után nem fogjuk tudni felvenni. Többet nem cipelhetsz. Jó, hát a mostani tönkre fog menni mindjárt, úgyhogy annyira ne csodálkozzunk. Add ide, és akkor itt szerintem készítsünk egy pár ilyet. Az a baj, hogy egyesével kell megcsinálni, különben nem lesz jó. Ugyebár ahogy látjátok, vagy pont nem látjátok, már elég szépen adja 7,5 perc, ha. És azt nem vettem észre, mert nem a kaják között kerestem. Vagy fene tudja. Na mindegy, akkor ezeket megsütögetjük. És a kettőt rakunk egybe. 7,5 perc volt ugyebár, ott mögöttem jelzés, hogy ki lehet hagyni ezt a kis animációt, nem kötelező. Ez csak 5 perc, szóval egy gyengébb lett. Vagy lehet, hogy volt benne valami bónusz? 2,3. Én vagyok hülye, és előbb azzal 7,5 percet benéztem, és az csak 2,5. Na nem, ez bizony 7,5 perc. Akkor lehet, hogy volt még benne valami löty, mert ez háromszoros mennyiséget ad. Viszont ez már dupla szívet, szóval nem tudom. Mivel fogunk egy ilyet, meg egy ilyet. Lett belőle semmi. Egy kétes étel lett. Túl durva még ránézés és furcsa szagárat ki ebből a kupacból, ennek a megevése nem árt neked, valószínűleg. Hát szerintem instant beledöglünk, ha meg akarjuk enni. Oké. Jó, gombát most nem használom el a maradékot, mert akkor ha veszünk fel a jövőbe gombát, akkor oda stackeljen, ne újat csináljon, ezáltal tudjuk, hogy van-e helyünk, vagy már nincs. És kaptunk még egy borostyántotot, kérem szépen. És akkor átvártunk a magnetikre, azon is vagyunk. És te miért vagy jó nekem, na? Ja, mert ezt föl tudom kapni, és akkor rádobni a hülyékre egy placs. És az eredmény, hogy összetört, és kaptam nyilat, meg sült almát. Nice. Jó, nekünk arra fele kell menni, ott a templomocska. És bár nagyot tudunk zúgni, nem szeretnék leesni. Mert egy idő után amúgy a Link közel egy halálsikolytot. Ami nagyon vicces, csak nem feltétlen fog a animáció a végén úgy végződni, hogy jó, illetve fölöslegesen sikongat, ha nem hal meg. Hát ott lent már megint vagánykodna. Szerintem minden nem lövök el odáig. Jó, megy a tánci-tánci. Tánci-tánci alatt odébb lopakodunk. És lenyilazzuk őket a francba. Hozzá innen. Wow.
Tökéletes támadás volt, kérem szépen. Jó, közben a nyilat eldobta, és annyira balfasz, hogy kivegyen magának egy újat. Ő meg még mindig táncikál, annyira táncikálnak, hogy észre se vette, hogy az a másik kettő meghalt. Ő túlélte. Wow! Ez már nem? Mice-mice. Madarat is le lehet lőni, aki ott repked. De most jelenleg nem akartam. Csülszték. Még egy kis agyar, meg egy kis akármi. Add ide. De oda. Szóval add ide. Rossz gombot nyomtam csak azért. Hát akkor szia. Nem hallottuk, hogy becsapódik, úgyhogy mindegy. Itt van egy szentély, úgyhogy itt tudnánk mit kezdeni. Ja, akkor dobáld el, hülye gyerek. Mókus. Brutálisan szétrobbantottuk. Oda esett a kard, add vissza. Faág. Makk. A mókus az dimenziót ugrott a hullája. Hogy abból lett a makk. Ja, hát feleslegesen ne értsük a fákat, hát nincs értelme. Jó. Oda kéne átjutnunk. Szerintem egy baromi nagy kerülővel fog megtörténni. Illetve azon túl. Mert... éppen fölgyújtottuk és felrabbantottuk magunkat. Már közelre lőttem. Ebben ugyanúgy megsérülnénk és meghalnánk, úgyhogy ez simán halálos, a ránk is. Ugye ez egy hamuba sült krumpliság volt, de... na. Ott nem van bárki. Látszólag nincs. Látszólag nincs, és ott az árnyékunk egyébként, ott, ha megnézitek a fától balra, ott van az árnyékunk, onnan süt a hód. Még erre is figyeltek. Ezeket is be lehet gyűjteni. Sunset Firefly, Szent János bogarak, finoman világítanak a sötétben, amikor szörnydarabokkal főzzük, a fényezés okozó vegyet az elixir eredményez, amely lehetővé teszi a halkan mozgást. Egyet sikerült elkapnunk, de nagyjából a végeredmény is, mert az összes többi elkezd azért menekülni. Pukkadjanak meg. Ó, így jártatok. Itt nincs semmi, szerintem itt már amúgy kiirtottuk őket. Azért nincs senki. Na és arra van szó, hogy valahol itt fogunk találkozni az öreggel. Hozzáni a templomnál. Ugyebár leszakad a feje, utána meg le kell ölni a fejét. Még valaki? Igen, még valaki. Ahogy a fejre élet fel a test, amivel jön a balhé. De itt is vagyunk az idő templománál. Arról volt, hogy az öreg itt vár ránk. Se sírná semmi. Itt még van cucc, mert ez nincs meg. Csavar. És ezt már megnéztük.
Az ott szépen világít. Kérdés, hogy itt lesz-e, itt keresünk az öreg. Itt volt a jelünk, imádkozzunk. Nem tudom, mit csinál, már nem emlékszem rá. Nem úgy tűnik, mint az animáció csinálna bármit is. Te, aki meghódította a szentélyeket és kiváltottad azokat a Spirit Orbs, hatalmas erőt tudok ajánlani. Úgy tűnik, ön igények 4 Spirit Orbs. Kilóg a szöveg, nem lehet elolvasni. Spirit Orb, megalakítom a lényet, szóval mond, szívet vagy staminát növeljé. Növeljé szívet. Hát, igen. 3 szívünk van. Elvette a 4 Spirit Orbot. Kapunk egy szívecskét. Szív konténer életerején megerősödött, egyen növelve a szívek maximális számát. Szóval elvette a 4 szomót, és csak egyen nőtt az életünk. Menj és hold béket, Hilli ura. Nem vagy egy kicsit póni? Az bén az öreg. Úgy látom, az istenő áldása sokkal ellenállóbbá tett. Itt vagyok. Kelj fel ide, gyorsan mondja. És hogy a bánatban másztak oda neked föl? Mondjuk egy kámehámét, vagy mi a bánat? Nice. Nem látok semmi utat föl. Bár oda kell elmennünk. Ja, hát itt könnyű, hogy van egy létra. Azt hinnéd, hogy az öreg milyen rafkós, az közben van egy rohadt létra ott oldal. Hát ez nice. Aztán fölfele. Ott van fenn. Ott templomoskodik. Hallod, öreg? Azt hitted, bujkálhatsz előlem? Miért van körülötted lángok? Te vagy a hűbele, bam meg. Na, akkor valljászint, ki vagy te? Well done, jó voltál, fiatal. Nos, akkor eljött az idő, hogy megmutassam, ki is vagyok valójában. Rohan Borsups Hyrule királya voltam. Én voltam Hyrule utolsó vezetője. A birodalom, amely már nem létezik. Hát elég gagyin nézel ki, öreg. A nagy vész könyörtelen volt. Mindent, ami útjába került, elpusztított egy évszázaddal ezelőtt. Ekkor vették el tőlem az életemet. Jó, ráadásul te halott vagy. Szellem vagy. Itt maradt lélek alakba. Nem tartott bős dolognak elárasztani, még a törékeny a memóriája. Tehát egyet jobbnak láttam átmeneti formát felvenni. Bocsáss meg. Azt hiszem, most készen állsz. Készen állsz arra, hogy meghallja, mi történt 100 évvel ezelőtt. Na ne kímélj, mutasd, öreg. Calamity Ganon valódi alakjának megismeréséhez meg kell ismerni a történetet egy régmúltból. Démon király megszületett ebbe a királyságba, de rossz gondolatával történt átalakulása létrehozta ezt a szörnyűséget, amelyet most lát. Ganon történeti nemzedékről nemzedékre szálltak, legendák és mesék formájában. De volt egy jóslat is. Calamity Ganon feltámadásának jele egyértelműek. Az ellenkezés ereje szunnyad a föld alatt. Úgy döntöttünk, hogy megfogadjuk a proféciát, és elkezdtünk 4 földterületet feltárni. Nagy földterületek feltárni. Nem sokkal később felfedeztünk több ősi erekét, amelyek távol ősénk elé készítettek. A hegyes fülűek? Ezek az erekik az isteni vadállatok, óriás gépek voltak, amelyek a harcosok irányítottak. Megtaláltuk a Guardians-t és egy mechanikus katonákból álló hadsereget, akik önállóan harcoltak. Igen, ezeket támadnak minket. Az egybeesett az ősi legendákkal, amelyek gyakran ismétlőnek országunkban.
Megtudhattunk egy szent hatalommal rendelkező hercegről és az ön kinevezett lovagjáról is, akit a kard választott, pecsételve meg a sötétséget. Ezek vagyunk mi, Link. Ők pecsétet meg Gonant ennek a lord seregjének az erejével. 100 évvel ezelőtt volt egy hercegnő, egy szent hatalmat örökölt, és egy ügyes lovag az oldalán. Világos volt, hogy ősénk útját kell követni. Kiválasztottunk 4 képzett szemét Hyrule egész területéről, és megbíztuk őket azzal a feladattal, hogy irányítsák a isteni állatokat. Mivel a hercegnő volt a parancsnokok, ezeket a pilótákat bajnokoknak neveztük el. Egy név, ami megszilárdítaná az egyedüli köteléket. A hercegnő a kinevezett lovag és a többi bajnok megpecsételése szélén állt. Itt volt Ganon. De nem. Ganon ravasz volt, és olyan tervet választott, ami meghaladja a képzeletünket. Ilyen sárkánykígyó akármi. Ha megfertőzte az őröket. Hildiú kastély mélyéről jelent, megátvette az őrzőket és az isteni állatokat. S ellenünk fordította őket. A bajnokok életüket vesztették a kastélyban lakókkal is. Kinevezett lovag súlyosan megsebesült, összeesett a hercegnő védelmében. Így Hyrule királyság teljes lerombolt a Calamity Ganon. Nice! Azonban a hercegnő túlélte, egyedül nézzen szembe Ganonnal. Link, te vagy az utolsó reményem. Hyrule sorsa rajtad múlik. Ez a hercegnő a saját lányom volt, Zelda. Bátor lovagok a végsőkig védelmezte. Nem volt más, mint te, Link. Bátran harcoltál, amikor sorsod szerencsétlen fordulatot vett. Aztán ne felvittek a fátamadra a szentébe, itt állsz most újraéledve 100 évvel később. Azok az útmutatások, amik ébredésed óta hallasz, magától Zelda hercegnőtől származnak. Még most is, miközben azon dolgozok, hogy visszatartsa Ganont a Hyrule kastélyban, a segítségedért kiáll. Azonban a lányaim ereje hamarosan kimerül. Hát lányi ereje, nem kell tudni több eszem. Ha megtörténik, Ganon szabadon regenerálja magát, és semmi sem akarja magába, hogy elfogyassza a földünket. Tekintve, hogy nem tudtam megmenteni a saját királyságomat, nincs igom eszkelni tőled, Link. De itt tehetetlen vagyok. Meg kell mentened a lányom. Tegye meg mindent, hogy megsemmisítse Ganont. Valahogy Ganon megtartotta az irányítást mind a 4 isten vadállat felett, valamint a Hyrule kastély körülnyüzsgő őrzők. Azt hiszem, meggondolatlanság lenne, ha ezen a ponton közvetlenül a kastély felé indulnál. Azt javaslom, menj keletre, ki egyik faluba sem a vadonba. Kövesse a Kakariko Village felé vezető utat. Ott ad a legidősebb impát. Többet fog elmondani az előttünk álló útról. Tekints meg a Sheikah Slate térképen Kakariko falu pontos helyét. Haladjon a Dillant Peaks Ika csúcsán. Innen kövess az utat, hogy észak felé halad. Tovább itt van a siklóernyő, ahogy ígértem. Siklóernyő! Egy tárgy, amit a királytól kaptál a nagy fensíkon. Lehetővé teszi, hogy átvitorláld a légen, nyom meg a liklet meg a levegőbe, vagy hogy használd. Az elszigetelt fennsík teljesítve. Ezzel biztonságosan repülhet le a területeket körülvevő sziklákról. És azt hiszem, ez az... Mindent elmondtam, amit tudtam.
Link, menteni kell. Menj meg Hyrule-t. És eltűnt az öreg. Pusztítsd el Ganont a főküldetés. Kösz szépen. Keresse meg Impát, új úti cél. És itt van is egy kilátónk, és abban az irányba kell mennünk. Úgyhogy csodásan el tudunk vitorlálni abban az irányba. De itt van egy láda, amit előbb kinyitunk. Ha már itt vagyunk. Katonai, hát nem kicsit erősebb, mint a mostani. Fegyveres konfliktusokhoz tervezett, így több sérülést okoz, mint egy polgári, de akkor is ég, ha a tűzhöz ér. Jó, hát amúgy is robbanó lövedékünk van, úgyhogy szerintem ezt a részt engedjük el. Ja, hogy most már reagálsz. Jó, gratulálok, játék. Most próbálkozunk meg újra azzal, amúgy simán meghaltunk volna, hogy leesek. Ez ilyen. Van hátrány annak, hogy ugyebár az irányítás nem úgy van belőle, ahogy kell. De nem baj. Erre menjünk tovább. Fölmászunk. Újra. Érdekes egyébként a lore-ját így megtudni magyarul. Meghaggadj is a magyarítás. Hogy nyomva kell tartani, és lehet repkedni. Ját megyünk oda. Abba az irányba. Itt lesz lezúzni való. Én. De az menet közben le lehet engedni a ernyőt. Úgy. De nincs senki. Melyik robot élet fel? Egyik se. Te halljál meg fele. Egy tönkre ment a kard. Szóljál. Hogynak a fegyverén csak szólok, zárójel. Nézzük, mit tud a hír. Ezt ki, hogy te dobálsz. Oké. Te miért dobálódol? Meg hol látsz fejet, amit tud támadni? Én is így gondoltam. Ez az a legnagyobb bajunk, hogyha tönkre mennek az összes fegyver. Bár te nem éledsz fel, de hogy nem éledsz fel. Hát nem nagyon hagyja meg a robbantás. Szórakozik velem. És ha ezt vesszük fel. Ennek azért már látványosabban lejjebb megy az ereje. Nem ér ellene semmit. Nem lövöldözünk, sicu van. És simán. Hallod, nem lehet kinyírni még ezeket? Vagy mi a bána? Hát milyen erő kell neki? Jó, és mi van, hogyha a tűznyírra vártunk át? A tűz ér ellene valamit vajon? Ja, hogy ennyi volt az íj. Komoly, ez a tuning íj, ez ennyit tudott. Nice. Hát akkor nem sokat megyek ellenetek, ijedjél meg. Jó, hát azért kell valami nyilvessző, még ha ilyen gagyi is.
adok, kapok, elven megy, csak ő nem talál el. Kettőt is kapott. Szembe ment, látom, ha szembe lövöm, az többet ér ellene. Kukucs nigger. Csat. Mindjárt tönkre megy ez az íj is. Egyet már le akarok győzni. Így sérült. Simán fölélődtem, nice. Megszemtelenítelek. Nappal lett, ilyenkor már nem lehet. Hallod, az összes íjamat el fogom rád használni. Akkorát robbantunk, hogy a fél föld belerement. Pusztulj már bele úgy. Öf, na, egy. Ilyen sok idő után halt meg, és emlem a másik nem kell fel. Jó, hát egy csomó alkatrészt adott. Mert nem volt gyenge. És ez csak egy darab volt. Érted? Egy. Voltunk a szentélybe, úgyhogy meg lehet csinálva, úgyhogy fölösleges újra bemennünk. Nem történik semmi olyankor. És akkor itt vagyunk a világ szélén. De bár most itt leesnénk, meghalnánk. Ha nem lenne siklóernyünk. Úgyhogy el is repkedünk ebbe az irányba. Nagyon filózok, hogy ott nincs semmi, vagy csak nem töltött be. Itt meg nem tudom mi van. Kertecske. És akkor elértük a királyságot, kérem szépen. Ami a mapon, kijöttünk innen. Vissza már nem fogunk tudni menni, max. Itt gyors utadással. De amúgy nem. És akkor az utunk az egész konkrétan jó pofa, mert ilyen messzire kell elmennünk. És utána nem vissza kell jönnünk, majd megint vissza, és utána mehetünk tovább. Majd erre, majd erre, erre. Ilyen rohadt nagy kört fogunk tenni tudtommal, hogy utána ide visszajöjjünk, és találkozzunk a főpistikével majd, sok-sok rész múlva. Ugyebár most még gyalog vagyunk, és aztán ez nem lesz így mindig. Sorra töltünk befele az új dolgokkal. Ezek itt titakötők. Állj meg! Hát, közelében nem volt annak, hogy őt megérje eltalálni. Kicsit előrébb vagyunk, mintha gyalogoltunk volna végig. De messzire bezzeg most el tudsz dobni. De a hátsó gombot akartam, ezt akartam nyomni. Mind gyere vissza a papához. Okosbot. Látjátok? Olyan, mint egy bumeránk. Gyerünk, Linkel, hiszenk benned, fussá! És azt hiszem, annak több értelme volt, hogy most életre kértünk rá, és nem staminára, mert... Hát a stamina cumó az amúgy is elromlott lassan. Tölt fel. És gyorsan fogy. Ja. Kirobbanó élmény volt. Nyers hús.
Ségságon és az erdőkben élő nyálatokból nyert húskat beállunk a tűzbe. Ez sem fogyaszthatod, de földve finomabb és táplálóbb lesz. Oké. Okay. Mást itt nem is látok, szóval csórikámat kirobbantottuk a grafikából. Fölöslegesen. Úgyhogy... Rencsítsük a pet, amikor jön, és akkor itt van Arthur király kardja. Rozsdás Climber. És ennyivel erősebb, mint amilyen. Kétkezes kard nincs megfelelően gondozva, bár fegyverként is használható, tartósága nagyon alacsony, ne számítson arra, hogy néhány figyelmeztetésnek tovább tart. Köszi. Ja, pofa vagy. És azok itt látjuk a helyeket körben, meg a mindenfele. És kár volt ide följönni, mert itt nincs semmi. De van itt egy... Te... Na, te ki vagy? Jaha, megtalálták. Te ki vagy? Nem is emlékszem rád, hogy ilyennel találkoztam volna. Te nem vagy Hestu. Te megteheted, látlak. Nem tudtam, hogy a fajtad láthatja az erdő gyermekeit. Hoppá, hoppá. Jó, ha összefutsz Hestuval, kérlek, add vissza neki. Korok szídet kaptunk, egy kis mag egy korok adta neked, különös illata van, ha egy csomót összeszedsz, nem tudhatod, mi fog történni. Ő és a barátom is sok helyen rejtődnek, ne szégyelj gyanús helyekre dugni az orrát. Na, ezzel is hirtatja a játék, hogy ajánlott. Tölnünk, ne beszélnünk veled. Lehe, mondta. Ennyi? Szia. Ő halhatatlan, annyit mondod, hogy ő. Gyá, mondta. És mi meg legurulunk, és... Háj, kapjuk, halunk, halott, hányszor halnak meg? Állj már meg. Nyomtam egy visszanyilat, mert szerintem oda legurulnánk a francba. Ez azért vicces volt. Jaj, te. Alig haladtunk előre, már visszadom minket a játék 6 millió kilométert. Viszont... Felkeltette a gyanúmat, hogy mi az a... zászló. Ott olyan látványos, mintha oda be lehetne sétálni. Ugyebár ha levegőben vagyunk, akkor már magától repül oda, ilyenkor csak irányítanunk kell. Éppen fogy a stamina. Most nem tudom, ha az elfogy, akkor csak simán lezúgunk. De elég nagy távolságot meg tudunk tenni. Lehet, hogy itt akkor ilyen kis előrsomja van. Ő csórikám kapta halt. Csá, Pistike! Miért is nem vagy képes robbanni? Kivédi a pajzsával és nem robban. Azt hogy? Azt árulja már el nekem valamit, pont azért robbanói, hogy berobban. Bokoblin guccot kaptunk, ritka alapanyag, amit a Bokoblin legyőzésével szerezhettek. Hévehóban magától megrendelem, hogy nagyon hátborzok, de T betű, az, hogy ott mi van, I haszna van. És ez egy szív egyébként, ahogy láttuk. Legalábbis engem arra a bombanyira visszaszerezve. És találtunk itt egy ládát. Amiben van egy vörös rúpia, 20 rúpia. Vörös fény megcsiklandozza a szívét. Nulla van, ott fönt látjuk, zölden, mert miért is lehet a vöröset zölden kell jelölni? Lehet 20. Nem hiszem, az fizetőeszköz akar itt lenni. Úgyhogy most már baromi gazdagok vagyunk, vagy nem. Rozsdás Broadsword. Nincs helyem. Miért nincs helyem? Áruld el nekem. Hát nyilunk már nincs. Jó. Akkor így járt. És más enemy itt? Az a gömb ott micsoda? Ez egy hordó. Ez mindjárt törik el a nyíl vesz. Nyíl. Ennyi volt. És az utcsó nyírunkat vesszük föl, úgyhogy ezt szomorúan konstatálom, hogy nincs nyírunk. Mert vannak ilyen hülye kardok mindenhol. Én nem megyek semmire, mert a dögök nem kelnek itt föl most. Egyet is alig tudtunk kinyírni.
Jó, ősi csavar a haverunk. Jó, te is meg vagy dögölve, király. Nem hiányzik ide lentre ilyen gépecske. Akkor itt robbantunk egyen. És semmi. Nem kaptunk érte semmit. Porrá vált lett benne, sült alma. Meg sült mak. Meg egy fai! Kis állatok ellen kiváló asszonyja. Jó. És akkor visszajöttünk egészen a falig szerintem már mindjárt, de... Ott fent egy kilátó, akkor ott is van szerintem egy ilyen karakfejű. Ősi felszerelés megvan. Nem egy hátrány, hogy itt nincsenek aktív gépek. Megy a PC zene. El nem is sehol. Volt egy ágy. Te mi a krumpli vagy? Rozsdás alabárd. Egy rozsdás rútfegyver, amely valószínűleg lovagok használtak a múltból. A láncsahegy rossz állapotban van az elemeknek való hosszas tartó kitettség miatt, ezért a tartósága alacsony, és nem harthatsz több például harci fegyvert, írja a játék. Egy rakat rozsdás vackot fel tudunk venni. Itt vannak ilyen ágyak, meg itt egy rozsdás Claymore. Jobb, mint a mostani, de úgy látom, hogy ez a spear nem hajlandó eltörni amúgy. Vagy lehet, hogy ez a spear egy jó kis örök élet plusz egy nap fegyver. El se lövök odáig, mi? Gólya, gólya. Sőt, te daru vagy. Az bumbolt. Az instanteli vágtuk. Robbanó íjjal, tökéletesen. És kaptunk belőle faágat. És ennyi. Ja nem, van itt meg hús. A Rathbird's Drumstick, azaz a combhúsa a nyersen a hát madaraknak, szárnyasnak. Ez a hús keményebb és rágosabb, mint egy standard steak, főzve jobban is. Jó, hát akkor volt értelme csórikámat felrobbantani és megnézni, hogy mit csinál a külvilágra, ettől függetlenül nem tervezem az állatok szanaszi elgyilkolását a játékba. Bár vannak itt gombák, amikből simán ugyanúgy lizzetes kaját lehet gyártani és avval is ellenni. Ti ott mit vadásztok a fajtátokra? Úgy, álljál meg fele, most már nem vagy bántva. Vagy téged is le kéne lőni, hogy... És belefut a tűzbe. Az félre robbantottuk. Azt milyen tűznyomot hagyott. Azt nézem, lángoló disznócska elindult, azt leperzselít a világot. Látjátok? Még ilyenre is gondolnak a játékkészítői amúgy, hogy ilyen apróságokat is megjelentsen. Hogy itt bizony a tűz utat hagyott magának. Most az nem tudom, hogy tartósan így lesz-e. Bokolandzsa, ami lángol amúgy. De komolyan, tök jó, hát nézzétek meg. Itt van a hely, ahol felrobbant az a hülye, és a másik belerohanva ott húzott maga után egy tüzes nyilat. Utat. Oda akartam fölmenni, mert szerintem ott lesz a másik ilyen mesüge. Oda indultam, csak megláttam ezt a két jó belebancot, meg a áldozatokat, ami végül áldozattá vált, de hát az önnön baromsága véget. Jó, és akkor elvijek be, hogy itt fölmegyünk. Nagyon bízok benne, hogy van értelme. Kukucs. Van itt egy láda. Kinyitunk, és remélem távolsági fegyver van benne. Tűznyél bolond darab, wow! Bom! Csat! És direkt csak a kamerát forgatom, hogy meddig gurultunk el. De el jó pofa volt. Tehát Pistike, nem is tűnt fel, hogy én itt becsapódtam.
te ott. Wow. Első lövök odaig, hagyjál már. De mi a bánatos krumpli földelék vagy? Már nem bogoblin. A vágóaksze, pajzs, ak, aligátor feje van helyen, rozsdás pajzs. És ebből se tudsz többet vinni magaddal? Miért nem tudsz többet vinni magaddal? Ne idegeljél már a hülyeséget, de mikkel vagy tele? Jó, csak három helyünk van, hallod? Ezt a vackot dobd már ki. Az milyen életforma, jegyjé meg. Túltál? Fogy csirke? Egyből megdöglött, szóval annyira nem vagány. Túlérte az első lövést. És nem lát a fűbe. Itt vagyok, haló? Die! Azt mondta, hogy van társad. Van hát, ott bújik hátul. Hát csak ide a mushroomot. Wow! Tökéletes volt. És ezzel a lendülettel... Jó, még van egy nyilunk. Mármint íjunk. Remélem negyedik nincs a környéken. Dehogy nincs, kellett emlegetni. És zabál. Moblin horn. Ez a csodálatos szarv egykor egy moblin fején nőtt. Normál ételreceptekben nem használható, de... Moblin agyar? Egy éles agyar, ami moblin volt, túl nehéz ahhoz, hogy eszközé alakítsák, de pörkörtet lehet dobni néhány állat elixir készítésével. Azaz össze lehet keverni. Szóval ezek a moblinok. Nem mocorogj. Lassan tanulják meg, hogy meg kell halniuk, he. Meg továbbra se érzem amúgy az irányítását a játéknak. Csicskalao fadió. A kis madarak szeretik ezt a diót, fogyaszthatod nyersen, kisebb hatás érdekében, de más ecettek el a fűszerként is adhatod. Nicece. Sorra kapjuk az újabbnál újabb dolgokat amúgy a játékba. Koroklevél, az kigyulladt. Horn. Meg agyar. Csá! Ő kezdte. Kellett volna rám lőni, bástya. Oktolégömb. Ez a felfújható oktorok orgona nagy emelő képességgel rendelkezik. Ez a rögzítsön tárgyakhoz, amelyeket lebegtetni szeretne. Tartsa a kezébe majd hirdet egy tárgy rögzítéshez. Na hát akkor ez alapanyag. És föl tudunk vele lebegtetni dolgokat. Mást, ahogy látom, itt a hullája nem adott. Igen, még valaki harmadszor? Senki? Tudom, teljesen ellenkező irányba megyek az izéhez. Na nézzük, mit tudsz közelharcba. Gyere, bástya! Mit tudsz százom? Gyere, gyere! Cic, cic, cic! Cic, 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 cic! Nem ezt akartam, rossz gomb. Négy is jó. A végeredmény, hogy meghalt. Szóval akkor te ott. Mutasd, mit tudsz százom? Ott egy róka. Van őzike is, he. Ott. Ahune Bambi. Jó van, nem bántjuk őket, megígértem. Na gyere, közel harci. Gyere, harci marci, hogy bírod a Lánzsám hegyét? Az jó, alig sérül. Én meg mint egy darab rongy, egy darab szarit legurulok. Jó, hát ha ellen tartunk neki, akkor más. Már rég döglöttek lennénk egyébként.
nem nyert. Fölkészülünk. Semmi értelme nem volt. Egy találatod volt, bástya. Jó, hát ezt távolról kell megölni, meg közelről semmit nem érünk ellene. Cserébe a Spear is döglik, amire annyira mondtam, hogy nem döglik. Moblin klub. A Moblin által kedvelt durva vágású klub, azaz bunkós. Egy erős fából faragták, de hanyagul készítik, könnyen eltörik. Jó, akkor ez tönkre fog menni, úgyhogy ajánlott valamit játszani vele. Tadá! New Audio Device szeretnék váltani? Nem. Szóval téged eldobunk. Úgy. Felveszek a Moblin kubot, megnézzük mire lesz jó. Ahogy látom, baromi lassan támadunk vele. Úgyhogy nem biztos, hogy annyira jó poém. Jaj, de szépek vagytok. Főf, ezt kaptuk. Teljé fő. Jó, válts el valami fegyverre, amivel tudunk is támadni. Link, te most mindent ilyen 6 millió kedvesen akarsz támadni? Jó, akkor te. Te is ilyen lassított vacak vagy. Ne ragd magad össze, gagyi vagy. Még valaki? Haj meg úgy. Senki többet harmadszor. Az meg ott nagyon néz, nem érti a világát. Haj meg. Alapból nem támadott, szóval nehézség nincs a játékon állítva, attól függetlenül, hogy ugyebár fut a rókát békén hagyjuk. Fut a végtelen évesző meg a sebzés nem megy le, azaz nem halunk meg. Még jó, hogy ezekbe az alapanyagokból végtelent lehet rakni. Ő lefeküdt aludni, hallod? Oda tudok lopakodni, megölni? Akkor ezért nem látott ez semmit, mert kómás volt már. Akkor pusztulj meg, hát na, szórakozol itt velem. Megégtünk amúgy, zárója. A nyíl is ég. Remélem tönkre megy. A málángol. Azon kívül, hogy a környezetünket felgyújtjuk. Szóval így a fatárgyak is meg tudnak gyulladni. Erre is figyeltek a játékkészítői. Primor megsérült. Már hal meg fel a fegyverünk, de még csak most kezdtük el használni. Hát ez jó pofa. Háj, link, link, link. Miért vagy ennyire link? Na jó, búcsúzásul. Visszamegyünk. Méghozzá... ide. Elteleportálunk. Így visszamegyünk az előző világba. Oda föl. És legközelebb majd onnan fogjuk folytatni. Valószínűleg lehet akkor már kikapcsolom a... örök életet, meg nem tudom. Csak mert ugyebár lusta vagyok kétszer elindítani az applikációt, mert egyből elindítom Excelről, akkor betölti egyből a dolgokat, full screen, az megy. Na és hát akkor abba az irányba kell majd haladnunk. Úgyhogy nyomunk egy megmentést.
És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett, volt egy-két vicces pillanat, a storyline elég érdekesen alakul, és ez meg csak a legeleje a játéknak. Ha igen, ne felejtsetek el lájkolni. Kommentben nyugodtan megírhatjátok, hogy mi a véleményetek az Zeldáról. Tetszik-e, játszottatok-e vele, végigvittétek-e, szeretitek-e, utáljátok-e, stb. A magyarítással lehet, hogy elkezdek foglalkozni, hogy normális legyen, és akkor úgy fogjuk nyomatni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!